Sziasztok! Elkezdjük az ókori római irodalom tárgyalását. Ebben a videóban egy rövid általános bevezető után beszélünk egy pár szót és az ő költészetéről. Na de legelőször beszélünk is, beszéljünk egy pár szót arról, hogy egyáltalán miért fontos a római irodalommal foglalkoznunk, miért fontos a római történelem, mit adtak nekünk a rómaiak, ugye, hogy a Brian élete című klasszikust idézzem, Yeah, ez azért fontos, Róma, mert hogy tulajdonképpen az egész nyugati civilizációnk nagyon nagy részben a római birodalom uh, vívmányain alapszik. Tehát a kultúrához, a technikához, a tudományhoz uh, olyan, annyi mindent adott hozzá az ókori római birodalom, ami nélkül ez a... Hát nem tudás azt állítani, hogy az egész nyugati világ nem ilyen lenne, amilyen, hogyha nem lettek volna a rómaiak. Szervantal arról ír a világirodalom történetében, hogy a római az a világ legnagyobb másodlagos kultúrája. Arra alapozva mondja ez Szervantal, hogy, hogy, a római kultúra és így a római irodalom rengeteg mindent átvett a görög kultúrából, a görög irodalomból, és egyébként a, a későbbiekben meghódított területek kultúrájából is elég sok mindent beolvasztott, de hát nyilván itt a, római, vagy a görög irodalom Hatása volt a legdominánsabb. Tehát valóban talán nem túlzás azt állítani, hogy a római kultúra egy ebben az értelemben másodlagos ö, kultúra, de semmiképpen nem másodrendű. Erre is fölhívja a figyelmet Szerbantta. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy alacsonyabb rendű kultúra lenne, mint a görög. Sőt, nem csak átvette az ókori görögök kultúráját, hanem magasabb szintre is emelte, illetve elterjesztette az egész világon. Tehát az egyik fontos dolog, ami miatt fontos nekünk a római birodalom, az az, hogy római közvetítéssel jutott el az ókori görögség művészete, kultúrája a világ többi részére. Aztán nagyon sok mindenben lefektette a nyug nyugati civilizáció alapjait a római birodalom, hogy más ne mondjunk, a mai európai úthálózat is annak az úthálózatnak az alapjain jött létre, amit, aminek nagy részét a rómaiak ö, fektették le. Vagy gondoljatok például a távfűtésre. Tulajdonképpen a mai távfűtés is hasonló elven működik, mint a rómaiak. Ö, távfűtésre, tudni, hogy meleg, forró vízzel melegítik az épületeket, de például volt már újság az ókori római birodalomban, Julius Cézár idején volt már egy olyan kiadvány, az Akta Diurna, ami rendszeres időközönként hírt adott a birodalomban történt legfontosabb eseményekről. De van egy csomó olyan tudományterület, tulajdonképpen szerintem nem is nagyon van olyan humán tudomány, ahol, ahol ne az ókori Rómában tették, le, tették volna le az alapokat, a politika, a jog, a művészet, a vallás területén teljesen megkerülhetetlenek az ókori Róma tudósai és művészei. Aztán nagyon fontos még a, a latin nyelv, hiszen, hiszen 2000 évig, tulajdonképpen még a 20. század elején is azt lehet mondani, hogy meghatározó volt a latin nyelv dominanciája nagyon sokáig, tehát ebben a két, az elmúlt 2000 évben majdnem végig a tudomány, a művészet, a vallás nyelve a latin volt, elég csak arra gondolni, hogy a, a mai napig a, a rendszertanban, ugye a, a latin nevek a meghatározóak, az orvostudományban is meghatározó a latin nyelvnek a hatása. Tehát egy olyan olyan nemzetközi nyelv a latin, ami, ami a mai napig. Nagyon fontos, de sokáig a közigazgatásnak is, például a, a latin volt a nyelve, igen, a latin volt a nyelve, és egyébként most mindezeken a civilizációs vívmányokon túl iszonyatosan érdekes az ókori Róma világa, Tehát én annak idején a Gimiben tanultam latin, sőt, le is érettségiztem a latinból, bár ebből a tudásból sajnos már nem sok minden maradt meg, de, de engem a mai napig lenyűgöz az a világ, és az a kultúra, és az a sokszínűség, ami az ókori Rómát jellemezte. Aztán még egy fontos dolog, amiről feltétlenül beszélünk a Róma kapcsán, ez pedig a kereszténység. Hiszen a római birodalom területén alakult ki a keresztény vallás, innen terjedt el, és onnantól kapott igazán nagy lendületet a kereszténység terjedése, hogy hogy Nagy Konstantin a római birodalom államvallásává tette, és onnantól kezdve gyakorlatilag pár száz év alatt öm, egész Európát maga alá uralma alá hajtotta a kereszténység, vagy ha szépen akarunk fogalmazni, akkor meghódította, elterjedt a kereszténység eszmé egész Európában. Tehát egy szó, mint száz róma az megkerülhetetlen, és irodalom órán ennek a hihetetlenül színes világnak csak egy egészen aprócska szeletének, egy egészen aprócska szeletével fogunk foglalkozni, de kezdjük is el az ezzel való foglalkozást. Nagyon röviden nézzük meg az ókori irodalom korszakolását. Mindig elmondom most is, hogy minden, utóla hogy minden korszakolás az egy utólagos, dolog, tehát azt az utókor visszatekintve alkotja meg ezeket a korszakolásokat, és ezek, ezek konstrukciók, tehát ezek <coughs> nem elvágólagos határokról van szó, és nem úgy néz ki a dolog, hogy egyik este még aranykor van, aztán föl kell az ember, és már kezdődik az ezüstkor, ezt mindig érdemes szem előtt tartani, tehát ezek nem merev határok, inkább csak segítenek öm, rendszerezni, strukturálni egy adott korszakról szóló ismereteinket, vagy például egy költő esetében az életműnek a darabjai között segít kicsit rendet rakni, de a költőknél is minden ilyen korszakolás az egy utólagos konstrukció, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és én egy nagyon vázlatos korszakolást mutatok csak az ókori római irodalomról, ennél részletezőbbek is vannak, ezt hangsúlyozom, tehát hogyha utána néztek, akkor ne csodálkozzatok, hogy ennél több szakaszsal is találkozhattok. Na az első az arhaikus kor, ami Róma alapításától, ami ugye a hagyomány szerint Krisztus előtt 753-ban volt, tart Krisztus előtt 78-ig, ha jól emlékszem, ez Szulla halálának a, a dátumad, de nem mennék rám mérget. Ugye ez az arha is, arhaikus Kor, ez a legelső időszak, ez több száz év, ekkor alakul ki tulajdonképpen a, az latin írásbeliség, megszületnek az első írott művek, és itt még nagyon-nagyon erősen a görög drámák, elsősorban a görög drámák, a görög irodalom hatása dominál. Tehát itt mindenek előtt görög drámák, latin fordításai, illetve az Odüsszeja fordítása az, ami fontos fejlődik a latin nyelv, elterjed az időmértékes verselés, és megjelennek a különböző görög eredetű műfajok latin nyelven is. És egy, és egy nagy tisztelet övezi a görög kultúrát, de az is igaz, hogy, hogy ez az az időszak, amikor a görög irodalom, a görög művészet, a görög kultúra el is kezd egy picit így bemerevedni, tehát hogy elkezdik szabályokba összefoglalni a görög irodalmat, a görög művészetet, és az egész elkezd egy ilyen kicsit száraz tananyagszerűségé válni, hiszen az ókori görög országban élők még teljesen természetesen éltek benne abban a kultúrában, amit mi ma már irodalom órán tanulunk, és mindenféle fogalmi rendszerezések alapján tárgyalunk. Ez a, ez a fogalmi rendszerezés, ez a ez az ókori Rómában kezdődött, úgy is mondhatnánk, hogy a rómaiak voltak az első klasszicisták, akik szabályokká formálták a görög kultúrát, és ennek mentén igyekeztek hasonlóan magas színvonalú műveket létrehozni. És ennek az első időszaknak a költője még bár ha az életét nézzük, hogy mikor élt, akkor az már bele nyúlik az aranykorba is. A második időszak az aranykor, ami nagyjából, hú, ezt rosszul írtam, augusztust írtam, természetesen most látom, hogy rosszul írtam, augusztusra gondoltam, tehát nem a hónapról, hanem a császáról van szó. Tehát ez nagyjából az augusztusi Pax Románának az időszaka. Ekkor az irodalomnak nagyon nagy társadalmi presztízse van, tehát az írók, a, költők, a, a tudósok, a Szónokok, de, de különösen a, 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 Tehát, hogy az irodalom az egy, az egy nagyon megbecsült dolog. Mecénások vannak pontosabban, irodalom támogatók vannak, gazdag és befolyásos emberek pénzt szánnak arra, hogy az irodalmat támogassák, létrejönnek különböző irodalmi körök. Ezek közül a legfontosabb, mécenásznak a Köre, és nem véletlenül használtam az előbb a mecénás szót, hiszen Mécenász nevéből köznevesült a mecénás szó, ami támogatót, pártolót, hát picit rosszabb hangulatú szóval mondva, szponzort jelent a mai nyelvben, de például fontos irodalom támogató volt messzala is, és ennek az arany... Körnek, vagy ennek az aranykornak a legfontosabb szerzői, Vergilus, Horácius és Ovidius, róluk fogunk majd a későbbiekben tanulni, ha nem is túl részletesen. Az ezüstkor időszaka a Trajanus császár haláláig tart nagyjából, vagyis a, a Krisztus utáni első század elejéig. Ekkor a költészet háttérbe szorul, <coughs> bocsánat, és az igazán fontos művek azok a történetírás és a dráma, területén születnek, nem véletlenül a két legfontosabb név ebből az időszakból Tacitus, a történetíró, és Szeneka, aki pedig filozófus, szónok, politikus, drámaíró volt. És az utolsó időszak, amit bronzkor néven is szoktak emlegetni, ez már tulajdonképpen a késő császárkor, ekkor az irodalom már teljesen visszaszorul, és a, a retorika, vagyis a szónoklattan és a vallási tárgyú irodalom kerül az előtérbe. És ez az az időszak, amikor egyházzá szerveződik a kereszténység, és kialakul az Új Szövetségi Kánon, vagyis eldől az, hogy mely szövegeket tekintenek az Istentől kinyilatkoztatott Szent Könyv, vagyis a Biblia részének, ezen belül az Új Szövetség részének. erről majd később tanulunk részletesebben is. Tehát ennyit nagyon röviden és nagyon vázatosan a római irodalom korszakairól, és akkor ismerkedjünk meg egy kicsit Katulusszal, aki a Krisztus előtt, Krisztus előtt 87 körül született, és 54 körül halt meg, vagyis viszonylag fiatalon meghalt, és ő még, őt még inkább az arhaikus korhoz lehet sorolni, Egyébként egy elit családnak a sarja, tehát abszolút egy nagy, magas státuszú családból származik. Az apja Julius Cézárnak a barátja volt, és Julius Cézár köréhez tartozott, és Katulsz tulajdonképpen egy aranyi fiúként élte az életét Rómában, és tagja volt az úgynevezett új költőknek. Ezeket a fiatal, az Krisztus előtti első század közepe táján Alkotó, fiatal költőket ciceró hívtak gúnyosan új költőknek. Ők tulajdonképpen görög mintákat követtek még nagyon szorosan, tehát görög műfajokat, a görög um, irodalom lírai műfajait tekintették mintának, és ezt egy picit iskolás módon is lehet mondani. Követték, amiben viszont valóban újnak számítottak, vagy újdonságot hoztak. Az az, hogy a magánéletet tekintették költészetük fő témájának, tehát a szerelemről, az élet hétköznapi dolgairól írtak elsősorban, és tulajdonképpen közülük Katulusz az, aki az utókor szempontjából a legfontosabb, és Katulusznak is elsősorban a szerelmi lírája. Egyébként a legés sok szöveg fönnmaradt, ha jól emlékszem 116, tehát szinte a teljes életműve fönnmaradt, <kül> De az utókor szempontjából a szerelmi irája a legfontosabb, bár érdemes megemlíteni a, a gúnyolódó, csipkelődő verseit, rövid verseit is, amiket ő Núgáknak hívott, és például Julius Cézárról is írt egy-két ilyet, ami, ami miatt aztán később picit mentegetőznie kellett, meg nagy bocsánatokat kérnie. Na beszéljünk, két szövegéről beszélek nagyon-nagyon röviden. Ezeket egyébként be fogom rakni majd a leírásba, mert mind a kettő nagyon rövid szöveg, tehát ott lesz a, a videó alatt. Érdemes elolvasni, mielőtt tovább nézitek ezt a videót, hogy értsetek valamit abból, amit mondok. Az egyik az Éjjünk leszbia című költeménye, ami nagyon erősen mutatja szakfó hatását, már csak a leszbia néven is tetten érhető ez. Azt mondják az irodalom történészek, hogy a leszbia valószínűleg, tehát az a nő, akit leszbia néven emleget a versében, Katolusz, ő valószínűleg egy férjezett nő volt, akivel valamiféle viszonyba keveredett ő. És a leszbia név, ami ugye magyarra fordítva leszboszi nőt jelent, ez nyilván a szafó iránti tiszteletből emlegeti ezen a néven ezt a szeretet. Nőtt több versen is szól egyébként leszbiához, és ezek közül a leghíresebb az éjünk leszbia című költemény, amiben a szerelem tulajdonképpen egy a legfontosabb örömforrásként jelenik meg, tehát kicsit átértelmezi a szeremet, eltér a társadalom által elfogadott a konvencióknak, vagyis az elvárásoknak megfelelő szerelem felfogástól, és itt kifejezetten egy nagyon intim szerelem felfogás jelenik meg, amelyben a, a, szerelmesek közötti kötelék, a szerelmesek közötti szenvedély, ez a, a, a viszony, ami nem feltétlenül a házasság, hanem itt kifejezetten a szerelmi viszony az az élet legfőbb örömforrása, ha úgy tetszik, a túlélésnek az eszköze, amivel sikerül kizárni a külvilágot, és sikerül a, a, az életnek akár a nehézségei között is békére találni. És ezt a szenvedélyes szerelmet, amitől ez a vers jó, hiszen abban még nagy újdonság nincsen, hogy a szerelmi jó dolog, ezt elég sok millióan megénekelték, ami ezt a verset kiemeli a többi közül, az a nagyon tudatosan fölépített szerkezet, egy retorikailag gondosan megkomponált, rövidkedt, de nagyon jól megkomponált szövegről van szó, ahol a versnek a ritmusa követi a, a, a szenvedély, ezt, ezt, a, ezt a szerelmi szenvedélyt, és ugye van a, a közepén az a nagyon híres rész, ahol a csókok halmozásáról van szó. Ott, ott nagyon jól tükrözi a versnek a nyelvezete, ahogy, ahogy, ahogy a szenvedély eluralkodik a énen, és aztán ahogy, ahogy szépen visszatér egy nyugodtabb kerékvágásba a versnek a, a szövege is, meg a hangulata is. Hát itt most részletesen nincs mód ezt elemezni, nyilván órán tanulni fogjátok, ez tényleg csak pár hívó gondolat, hogyha gyorsan kell háromszor arról, hogy ki volt az a katulusz, és mi az az éjünk leszbia, és az ellentétek fontosak még benne, tehát hogy több ellentét pár is megjelenik a, a versben. És a másik katulusz szöveg, amiről nagyon röviden egy pár szót érdemes ejteni, ez pedig a Gyűlölök és Szeretek című epigramma, Ugye ez egy nagyon rövid, az epigramma eleve egy nagyon rövid műfaj, de ez még az epigrammákon belül is egy rövid szöveg, hiszen mindössze két sorból áll, tehát egyetlen disztihonból áll ez az epigramma, hogy mi a disztihon, abban most nem megyek bele, remélhetőleg már tudod, hogy mi az, de ha nem, akkor nézz utána. És ami érdekessé teszi ezt a verset, hogy az eredeti latinban, emlékszem ezt annak idején tanultuk latinból, tehát vettük órán, az eredetiben nincsen egy főnév sem. Tehát, hogy, hogy szinte kizárólag igékből áll, meg, meg azt hiszem kötőszavak vannak még benne, vagy, vagy névmás talán van benne egy vagy kettő, de az a lényeg, hogy a latin eredeti az egy ilyen nagyon dinamikus szöveg, ami nagyon jól tükrözi ezeket az ambivalens pontosabban az, azt az állapotot, amikor az emberen ambivalens, vagyis ellentmondásos érzések lesznek úrá, amikor amikor valaki egyszerre ö, szeret valakit, de egyszerre utál, és egyszerre utálja azt, hogy ennyire szereti, szeretné, nem annyira szeretni, stb. Szerintem mindannyian éreztétek már így magatokat, amikor így úrá, lettek, úrá lettek rajtatok az ellentétes érzelmek, és ezt a, ezt a nagyon furcsa, kusza ö, érzelmi állapotot örökíti meg ez a vers. Aminek aztán az utókorban nagyon nagy hatása volt, és nagyon sokan idézték meg ezt a latinul egyébként Odiet ámú kezdetű verset, és ez adja a fontosságát neki. Na hát ennyi lett volna röviden egy picke bevezető a római irodalomról, és egy még rövidebb összefoglaló Katulluszról iratkozzatok fel a csatornára, és jó hír, hogy most már, ha úgy érzitek, hogy nagyon hasznotokra van ez a csatorna, vagy egy-egy videó nagyon hasznosnak találtatok, akkor a hálátokat most már úgynevezett szuper köszönettel is kinyilváníthatjátok, amit ezúton is előre köszönök, de ha már feliratkoztok a csatornára, az is nagyon fontos, és egy fontos visszajelzés nekem. Sziasztok!